Köszönjük Magyarország kormányának, hogy folyamatosan együttműködve a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel, meghallgatva őket, folyamatosan kiemelt figyelmet fordít rájuk. Ennek egyik kiváló példája a magyar jelnyelvről szóló törvény módosítása is, ami nem csak az államilag elismert nyelvvizsgáról szól, hanem olyan új szakmát is létrehoz, mint például a siket jelnyelvi tolmács, vagy a jelnyelvi oktatók munkájának minőségi emelése. Ez nagyon fontos számunkra, jó példát mutat arra, hogy Európában egyedülálló módon Magyarország kormánya mennyire odafigyel erre a társadalmi rétegre is. Felemelő érzés volt a parlamentben a jelnyelvi törvény idei módosítása kapcsán a kormányt képviselni. És nem csak azért, mert ezek olyan újdonságok, amelyek Európában is példaértékűek, gondoljunk itt a kontakt jelnyelvi tolmácsszolgáltatás fejlesztésére, vagy arra, hogy jelnyelvből innentől kezdve magyar nyelvvizsgát is lehet tenni, hanem azért is, mert siketek és nagyot hallók közösségének valódi integrációt biztosít a jelnyelv. A magyar kormány részéről abban hiszünk, hogy az aktív párbeszéd és a fogyatékos célcsoportnak a megismerése kapcsán tudunk jó megoldásokat találni, így fogunk cselekedni a jövőben is. A siketek és nagyot hallók jelnyelvhasználó közösségének helyzete 10 éve. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvénynek köszönhetően folyamatosan javul. Ennek köszönhetően részesei vagyunk a társadalmi életnek, akadálymentesen kommunikálunk, és a munkahelyek is bővülnek. Az elmúlt években észrevételeink alapján újabb módosítások kerültek be a jelnyelvi törvénybe. Ennek köszönhetően most valóban a világ egyik legkorszerűbb jelnyelvi törvénye van nálunk, mert valóban a jelnyelv mindenkié.